Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Eperjesi Tímea vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Dombóvár. A nyári szabadság után ül újra össze a képviselőtestület. Fürdőzés. Vigyázzunk saját és mások testi épségére is. Nyári táborok. Kellemes és hasznos időtöltés a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum intézményeiben. Mentességet kapott a Paks 2 projekt. A 14. uniós szankciós csomag nem lesz hatással a beruházásra. 8 napi rendi pontot tárgyal Dombóvár város képviselőtestülete. A nyári szabadság előtt sikerült minden fontos témában döntést hozniuk, számolt be Pintér Szilárd polgármester. Napirenden volt többek között az új dombóvári posta kérdése is. Ma délelőtt 8 napi rendi pontot tárgyalt a képviselőtestületünk. Szeretném kiemelni, hogy az újdombári posta további működésének érdekében megteszünk és meg is tettünk eddig is mindent, hiszen július 1-jével a szerződésünk határozottan idejévé vált, ami azt jelenti, hogy a posta nem fog bezárni és folyamatosan fog működni. Remélem, hogy ez megnyugtató az újdombáron élők számára. Kiemelkedő napirendi pont volt 24 évi költségvetési rendeletünknek a módosítása, amely nyilván ilyenkor nem járása, mint felülvizsgáljuk és a valós gazdasági eseményekhez hozzárendeljük a forrásokat, illetve megnézzük, hogy a kiadásainkat tudtuk-e tartani. Mindenki számára jelentettem, hogy a költségvetésünk kiegyensúlyozott, likviditási problémáink továbbra sincsenek. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta, hogy az iskolai védőnői szolgálatot hogyan töltik majd be az iskola kezdésre. Tekintettel, hogy védőnői körzetek felülvizsgálatára is sor került a mai ülésen, ennek apropója pusztán annyi volt, hogy egy kedves kolléganő nyugdíjba vonul, és az ő helyettesítését kell átmenetileg megoldani, amely nyilván olyan változást hoz magával, hogy szeptember 1-től nem lesz önálló iskolai védőnői körzet, hanem jelenleg meglévő védőnő fogják ellátni egész Dombóvár területét. Remélem, hogy egyetlen egy napi rendisebb pont is olyan feladat sem maradt el, amelyet későbbiek folyamán nem tudunk majd újra tárgyalni. Az ülések szeptemberben folytatódnak, hiszen a testület tagjai júliusban megkezdik a nyári szabadság időszakát. Elindult a szezon, a felfrissülésre vágyók Szekszárdon is elfoglalták a strandot. Azonban nem szabad elfelejteni egy-két fontos tényezőt, hogy elkerüljük a baleseteket. Ha a biztonságos fürdőzés kerül szóba, az már mindenkinek eszébe jut, hogy felhevült testtel nem szabad a medencékbe ugrani. Az előzuhany és a lábmosók használata is alapfeltétel. Szakács László, a szekszárdi strand úszoda mestere ezen felül felhívja a figyelmet a táblák leolvasására is. Mindenhol ki vannak írva a vízmélységek és a vízhőfokok is, tehát ehhez mérten, tudásunkhoz mérten menjünk be az összes medencébe. Ugye van az ülőmedencénk, az a legmelegebb pihenőmedence, az élmény, az úszó és a csúszdamedence. Itt igazából ez ilyen 120 és 140 centi között van az összes. Egyetlen mély medencénk van, ez az ugrómedence, ez 200 cm mély. Tehát itt nagyon fontos ugye az úszásudás, és ide csak úszni tudó emberek mehetnek be a medencébe. A csúszdamedence használata a legtöbb helyen korlátozva van, ahogy Szekszárdon is, elővigyázatossági okokból. A szabály, hogy ez a 120 cm válmagasság alatt nem lehet fölmenni, és ezek mellett pedig mindenki ugye a saját felelősségére használhatja a csúszdatornyot és a csúszdáinkat. Nagyon fontos még, hogy ugye étkezés után egy fél órát várni kell, és utána lehet a medencébe menni, használni. Ugye ezt javasoljuk mi, és fontos, hogy ételt, italt, azt ugye a medencében, a medencék körül, környezetben nem lehet fogyasztani. Fontos, hogy amikor belépünk a területre, mérjük fel a helyszínt, és keressük meg, hogy hol találhatjuk meg a segítséget, ha szükséges. Az ülő és a gyermekmedencénél van két medenceőrünk, akik előfigyelik ott az élménymedencét, az ülőmedencét és a gyermekmedencét. Itt hátul pedig az úszómester és a medencőrök találhatók. Őnekik a feladatuk a csúszdának, az úszómedencének és az ugrómedencének a felügyelete. És a csúszdatoronyban is két medencőrünk van, aki azt figyeli, hogy mindenki szabályosan használja a csúszdákat és az elindulásokat. Tehát amikor leérnek a vízbe, és szabad a csúszda, akkor csúszhat a következő, hogy nem baleset történjen. Ugye mindenhol ki vannak jelezve piktogramokkal az összes csúszda mellett, hogy mi a szabályos csúszás, tehát hogy nem háton, hason,
csak ugye szabályosan ülve lehet csúszni. A fürdőhelyeken a medenceőrök egy jól bevált szisztéma alapján vannak elosztva, így hamar kiszúrják, ha baj van, és könnyen elérhetőek. A Nemzetközi Hipertónia Társaság és a Hipertónia Világliga 2017 óta minden évben meghirdeti a Május a vérnyomásmérés hónapja mozgalmat. Idén először ez a kezdeményezés 3 hónapig tart. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet a népbetegséggé vált magas vérnyomás veszélyeire, és ehhez csatlakozik a Tolna vármegyei Ballassa János Kórházzal karöltve a Tolna vármegyei Kormányhivatal. Az egészségügyi munkatársak minél több hivatali dolgozót keresnek fel, akiknél egyperces időközökkel 3-szor mérik meg az értékeiket. Dombóvár város önkormányzata 2024 évben ismét támogatást nyújt a rászoruló családoknak. A segítség összege 10 000 forint gyermekenként, melyet ajándékutalvány formájában biztosítanak. A kérelmet a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatalban ügyfélfogadási időben lehet benyújtani 2024. szeptember 30-áig. A jogosultság feltételeiről a város honlapján található információ. Oldtimer autóknak rendeznek versenyt a hétvégén Bonyhádon. A Kaszinókert rendezvénytér parkolóját lezárták, a Völcsék Historic Rally esemény ideje alatt a hétvégén a gépjárművezetők azt nem tudják használni. 2024. június 30-án vasárnap 15 óra után lehet majd újra igénybe venni a területet, tájékoztatott Bonyhád város önkormányzata. Lezajlottak az első alkalommal meghirdetett nyári táborok a Tolna vármegyei szakképzési centrum 2 szekszárdi intézményében. A Bezerédi István technikumban többek között interaktív szakma bemutatók mellett habpartival és sárkányhajózással is várták a gyerekeket. A Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola pedig séf táborral készült számukra. A nyári tábor záró napján pozitív tapasztalatokról számol be Madarász Tímea, a oktató. A szekszárdi Bezerédi iskola első alkalommal vállalkozott ilyen jellegű program szervezésére. Hétfőn szabadulószobánk volt, kedden Bonyhádon voltunk a Bogos Kft-nél, bemutatták nekünk a logisztikát, hogy mivel foglalkoznak ők, illetve sárkányhajoztunk Tolnán, szerdán kézműveskedtek a gyerekek, e-sportot próbálhatták ki, csütörtökön szintén kézműveskedés volt, és íjászkodtunk, azt is nagyon szerették a gyerekek, ma is kézműveskedés volt, és egy habpartival zártuk a hetet. A visszajelzések rendkívül pozitívak voltak, a gyerekek kétségkívül jól érezték magukat. A táborban 28-an vettek részt, őket 10 bezerédis diák is segítette. A tanulók nem csak szexárról érkeztek. Szerintem fantasztikus volt, nagyon jó volt, nagyon jól éreztük magunkat, hát remélem, hogy jövőre is lesz alkalmunk megszervezni ezt a tábort. Kálozi Lídia többek között a habparti és a foci mellett a tanárok kedvességét és a gyerekek mosolyát emelte ki, mint legkedvesebb pillanatot. Hát az egész tábor nagyon jó volt, a segítők és a tanárok is nagyon kedvesek voltak, segítőkészek is egybe. Szerintem minden gyerek élvezte a tábort, és jövőre is akarunk jönni. Végéhez ért a szekszárdi Hunyadi Mátyás vendéglátó iskola nyári tábora is. Az ő életükben szintén újdonság az esemény. A séftáborban a gyerekek megismerhették a konyhai eszközöket, alapműveleteket, az oktatók segítségével pedig különféle finomságokat készíthettek. Éttermet látogattak, továbbá szerveztek számukra kézműves, origami, sportfoglalkozást is. Tamásiban a Tolna vármegyei szakképzési centrum Vályi Péter szakképző iskola és kollégium 3D tábora a jövő héten kezdődik. A Kalocsa és Paks közötti összeköttetés biztosító új Dunahíd megépítésével 2024. július 1-től kedvezőbbé válik a helyközi autóbuszos kiszolgálás a két térség között. Új járatok is közlekednek majd a hónap elejétől. A Szekszárd és Kalocsa között az M9-es autópályán közlekedő egyes buszok megszűnnek, helyettük viszont lesz másik majd Tolna, Fad és Gerjen érintésével. A katasztrófavédelem írt ki egy alkotói pályázatot, melyben két témakörből választhattak a diákok. Ezek a füstérzékelő életet menthet és a Gróf Széchenyi Ödön élete és munkássága voltak. Céljuk, hogy az iskolások kreatív munkákon keresztül mutassák be a tűzvédelem fontosságát, a megelőzést vagy épp a tűzoltó hagyományokat. Az ország különböző pontjairól összesen több mint 3000 pályamű érkezett be. Babics Zorka, a szekszárdi Baka István általános iskola tanulója, Zorka vagyok a tűzoltó lány című munkájával korcsoportjában második helyezést ért el.
A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan keresik a határvadászokat. A készenléti rendőrség határvadász ezredébe való belépés feltételeiről, annak menetéről és a jelentkezőkre váró feladatokról is tájékoztatják az érdeklődőket a régió több pontján. A toborzók július 3-án Bonyhádon, Tamásiban és Tengelicen, 4-én szintén Tamásiban, 5-én pedig Pakson, Dombóváron és Simontornyán várják a jövőbeli kollégákat. Külön bekezdésben menti fel a szankciók alól a Paks 2 projektet az Európai Unió. Erről számolt be Jákli Gergely, a Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója. Mint fogalmazott, kitartó munka és hosszú egyeztetések során sikerült elérni, hogy az Unió Oroszország elleni intézkedéseinek immár nincs hatása a beruházásra. Az Európai Unió hétfőn fogadta el 14. szankciós csomagját Oroszországgal szemben. Míg korábban a szankcióknál egy-egy adott intézkedésnél szerepelt kivételként a Paks 2 beruházás, addig mostantól általánosságban önálló bekezdésben fogalmazzák meg, hogy az intézkedések nincsenek hatással rá, nem befolyásolják azt. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan fontos előrelépés, ami jól mutatja minden olyan Európai Unióból érkező beszállító, potenciális beszállító számára, hogy az Európai Unió által hozott szankciós intézkedések nem fogják befolyásolni az ő termékének szolgáltatásának beszállítását a Paks 2 projektbe. A társaság vezetője hozzátette, kifejezetten igaz ez a hazai vállalkozásokra, hiszen nagyon fontos, hogy a felépülő 2400 megawatt kapacitású atomerőműben a lehető legtöbb magyar szakértelem és tudás integrálódjon. Hogy eddig úgy működött maga a beszállítási folyamat, hogy egyes termékek, szolgáltatások esetében az országban kompetensen működő exporthatóságtól mentesítési engedélyt kellett kérni a beszállítás előtt. Viszont ez a módosítás, ez azt a mentesítési engedélyezési folyamatot, azt a Paks 2 projekt esetében gyakorlatilag megszünteti. Minden olyan beszállító, aki vagy terméket, vagy szolgáltatást szeretne értékesíteni a Paks 2 projekt keretében, vagy a Paks 2 projekthez, őnek a jövőben nem lesz szükség erre a szankciós mentesítési folyamat lefolytatására, egyszerűen csak informálnia, tájékoztatnia lesz szükséges az országában működő exporthatóságot. Ezáltal az Európai Unióból érkező vállalatok arra fókuszálhatnak, ami egy nukleáris beszállító számára fontos, a termék előállítására, annak minőségbiztosítására. Regionális híreink következnek. Biztonságos Baranya. Beszámolót tartottak a rendőrök és a tűzoltók a vármegyei közgyűlésen. Együttműködik a PTE és a Temesvári Egyetem. A szopornica vírus közös kutatása. Gyérítés. A Balaton körül is védekeznek a szúnyogok ellen. Biztonságos Baranya, ezt mutatják a rendőrségi statisztikák. Vannak olyan települések, ahol nem kellett intézkedniük az egyenruhásoknak egész évben. Ez derült ki többek között a rendőrkapitányság 2023-as beszámolójából. A tűzoltóknak tavaly az időjárás adott sok munkát. A vármegyei közgyűlés ülésén ismertették az eredményeket a hatóságok vezetői. Beszámolóval kezdődött a Baranya vármegyei önkormányzat közgyűlése csütörtökön. A rendőrség értékelését hallhatták a képviselők a 2023-as adatok alapján. A megye 301 településéből 39 helyszínen, településen nem regisztráltunk egyáltalán bűncselekményt. 205 településen 10-nél kevesebb bűncselekményt regisztráltunk, és ami még ennél is fontosabb, 128 olyan településünk volt, ahol a közterületen egyáltalán nem követtek el bűncselekményt. Ezek a számok jól jellemzik Baranya közbiztonsági helyzetét, Szijjártó István szerint. A katasztrófavédők is beszámoltak a tavalyi tevékenységükről a közgyűlés tagjainak. Az összes eseményünkről azt lehet elmondani, hogy egy határozott emelkedő tendenciát mutat. Mi van ez mögött egyébként, hogyha picit a számok mögé nézünk, akkor azt lehet látni, hogy a tűzeseteink nagyjából stagnálnak, talán egy pici emelkedést mutatnak, viszont a műszaki mentéseinknek a száma az határozott emelkedést mutat a sok évre visszamenőleg. Amikor műszaki mentésről beszélek, akkor itt elsősorban viharkárokról, faeltávolításokról, közúti balesetekről beszélek. A beszámolókat a képviselői kérdések után elfogadta a testület.
összességében azt mondhatjuk, hogy Baranyában a közbiztonság helyzete az kielégítő, hogyha egy nagyobb időintervallumban, idősíkon tekintünk rá az adatokra, akkor azt mondhatjuk, hogy nagyon jelentős javulás történt a regisztrált bűncselekmények számában, hiszen ha mondjuk a 2010 előtti időszakkal összehasonlítjuk, amikor 14-15 ezer bűncselekményt regisztráltak Baranya vármegyében, összehasonlítjuk azok az adatokkal, amelyek az elmúlt évet jellemzik, amelyek közel 5500 bűncselekményt, tehát a 10 évvel ezelőtti szint harmadát mutatják, akkor azt mondhatjuk, hogy a rendőrség megerősítése, kormányzati megerősítése az elmúlt 10 évben az meghozta az eredményt. A számok mellett ezt jelzi a szubjektív biztonságérzet növekedése is az elnök szerint. Őri László a katasztrófa védelem beszámolóját is értékelte. A tűzesetek száma az szerencsésen alakult az elmúlt években. Az elmúlt 5 év legkevesebb tűzesetét, alig több mint 1000 tűzesetet regisztráltak Baranya vármegyében. Azonban ezzel párhuzamosan jelentősen megnőtt a műszaki mentéseknek a száma Baranyában. Ez kisebb részben a közúti baleseteknél szükséges katasztrófavédelmi közreműködésből fakad, nagyobb részben viszont az egyre szélsőségesebbé váló időjárás körülményei miatt van, az azokhoz kapcsolódó mentési munkálatokból. Jól emlékszünk arra, hogy most az elmúlt években Dél-Baranyát ez a kora nyári időszak nem kímélte, hiszen többször is jégverés tombolt korábban Sejjén, az elmúlt évben Marócsa környékén. Ez igen komoly feladatot adott a tűzoltóknak, azonban összefogásból és szakmai munkából jelesre vizsgáztak. Így értékelték ezt a baranyai emberek és a közgyűlés tagjai is, mondta a testület elnöke. A Baranya vármegyei közgyűlés egyébként most nyári szünetre vonul. Várhatóan szeptember közepén üléseznek újra. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratórium és a University of Life Sciences King Mihály Temesvár. Az együttműködés célja a két intézmény tudásbázisának és kapacitásának integrálása az állatorvosi és biotechnológiai témájú kihívások modern kezelésére. Egyik feladatuk a szopornica vírus közös kutatása. A megállapodást törtökön írták alá a Szentágotai Kutatóközpontban. Temesvári delegáció érkezett a Szentágotai Kutatóközpontba. A látogatás célja egy együttműködési megállapodás létrehozása a PTL Nemzeti Laboratórium és a Temesvári University of Life Science King Mihály között. A felek a szaporinca megbetegedést okozó vírus közös kutatását végzik, és az oltóanyagok vakcina hatékonyságát mérik fel ezután. A partnerség fontosságát hangsúlyozta Kozmin Alin Popescu, a Temesvári Egyetem rektora. A minőségi kutatók felkeresése oda-vissza egy nagyon fontos feladat, és ez meg is történik. Ennek segítségével a kutatások minőségét tudjuk növelni az országok között, és a nemzetközi válás esélyét is közelebb hozzuk. Ez igaz a kutatás és az oktatás területére is. Európai perspektívában éppen ezzel tudunk jobb, nagyobb erőt, hatékonyságot felmutatni a kutatásfejlesztés pályázatok területén. Szeretném hangsúlyozni, hogy eddigi pályafutásom során az itt működő Virológiai Nemzeti Laboratórium volt a legjobb, amit láttam. A szopornica alapvetően állatokat érintő megbetegedés. A Nemzeti Laboratóriumban a vírusok és a járványok teljes spektrumával foglalkoznak. A COVID alatt megtanulták, hogy az állatokról eredő vírusok egy globálisan jelentős probléma. A szopornica kutatás kifejezetten azért indult, mert ez egy olyan vírus, ami globálisan jelen van, mégpedig az emberek miatt. Rendkívül érdekes. De amit mi a Temesvári Egyetemmel most fogunk csinálni, hogy amellett, hogy a vírus érdekes, azt látni az elmúlt években, hogy a vakcinák, amik elérhetőek, nem hatnak, vagy kezdenek nem hatni. És ezt egyelőre tudomány nem érti, ennek a felderítésében fogunk most együttműködni első körben, de az együttműködési szerződés és a mostani reggeli megbeszélések is arra világítottak rá, hogy ezen azért jóval túl fog mutatni ez az együttműködés. Egy ilyen együttműködés kölcsönös megismerési folyamatot jelent a két egyetem között. Most elköteleztük magunkat egy nagyon jelentős kutatás mellett, amit felderítünk. Közben teljesen alapvető és folyamatos lesz az, hogy különféle pályázati pénzekben nagyobb potenciállal jelentkezünk, már partnerekként, ugye épp erről beszéltem itt a köszöntőmben. A Nemzeti Laboratóriumban nekünk alapvető célunk, hogy azt a partnerséget kiépítsük itt a keleti blokkban, mindig így hivatkozok rá, mert tudományban is látszik ez, hogy valahogy az egész keleti blokk, a régi vasfüggöny mögött lemaradt
abból a kutatási innovációs potenciálból, ami a nyugaton megvan. És mi hiszünk abba, és ennek már bizonyítéka is van, hiszen több pályázatot nyertünk, hogy ha ezeket a kapacitásokat mi összehozzuk, esetleg az élére is állunk, ha olyan kutatásról van szó, mint a virológia, akkor valódi erőként tudunk fellépni, és ez egy újabb fejezet ennek. Az együttműködés célja a két intézmény tudásbázisának és kapacitásának integrálása az állatorvosi és biotechnológiai témájú kihívások modern kezelésére. Fő cél továbbá az érintett agrárágazatok védelme. Az együttműködés jól illik a Pécsi Tudományegyetem és a Virológiai Nemzeti Laboratórium régiós, kárpát-medencei és balkáni stratégiájába, a régiós erőforrások hatékony összecsatolásába és a közös tudás és innovációs tér kialakításába. 13 vármegyében és Budapesten gyérítik a szúnyogokat a héten. Melegködös technológiával földi gyérítés is zajlik a Balatonnál. A katasztrófa védelem által koordinált program keretében többféle módszerrel védekeznek a szúnyogok ellen. Ugyanakkor a szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy mi is tehetünk a vérszívók ellen. Elkél a szúnyogriasztó spré, a Balatonparton vagy otthon a kertekben is sok bosszúságot okoznak a vérszívók. Egyre inkább elviselhetetlen a helyzet. Mondjuk mi Keszthely mellett lakunk nem sokkal, de este alkonyat után már nem nagyon lehet kiülni teraszra. Nem szerencsés, ha csak az ember nem szereti befújkálni magát mindenfélével. Egyébként napközben elviselhető a helyzet. A víz közelben sokkal rosszabb a helyzet, főleg napnyugtakor szinte alig lehet megmaradni a parton. A szúnyoggyérítésre nagy szükség van, mert sok szúnyog van. Főleg a zöld területen, itt a parkban, lent a Balatonparton is, és ezért ez zavarja az itt üdülőket, meg a helyi lakosokat is. Úgyhogy várjuk nagyon a szúnyogírtást. 13 vármegyében és Budapesten gyérítik a szúnyogokat a héten. Meleg ködös technológiával földi kémiai gyérítés is zajlik a Balatonnál. A permetező berendezés motorját indítja be a gázmester. A platós járművel az utcákat járva juttatják ki meleg ködös technológiával a szúnyogírtószert. Az úgynevezett földi kémiai módszer a kifejlett vérszívók ellen hatásos. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a készítményt nagyon alacsony dózisban permetezik ki az esti és éjszakai órákban, amely néhány óra alatt le is bomlik. Ugyanakkor mi is tehetünk az ellen, hogy környezetünkben túlszaporodjanak a szúnyogok. Esti, éjszakai órákban, a napnyugtát követő időszakban földi kémiai eljárással egy platós gépjárműre helyezett berendezéssel juttatják ki a készítményt kisebb mennyiségben. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag semmi más teendője nincs a lakosságnak, mint hogy elővigyázatosságból bezárhatja ugyan a nyílászárút, hiszen ezek kinti készítmények, tehát ha bekerül a beltérbe, sincs baj, csak nehezebben fog elosztani maga a köd. Ugyanakkor maga a lakosság nagyon sokat lehet annak érdekében, hogy eredményes legyen akár az önkormányzat, akár pedig a központi szúnyogérítés keretében végzett gyérítés, hiszen a lakókörnyezetben egy-egy nagyobb felhőszakadás és nagyobb csapadékmennyiséget követően célszerű azokat a pangóvizeket megszüntetni, amelyek akár gyerekjátékokban, vagy éppen virágalátétben halmozódik fel, amire nincs szükség víz, azt nyilván borítsuk ki. Ha pedig valaki gyűjti az esővizet, azokat a tárolóedényeket célszerű lefedni, akár fedővel, akár szúnyoghálóval, illetve a növényzet gondozását is javasoljuk, hiszen egy magasabb fűben, egy erősebb lombozatú növényzetnél ezek kiváló búvóhelyet biztosítanak a már kifejlett szúnyogoknak. Az alkalmazott készítmény melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, ugyanakkor tanácsos becsukni ilyenkor a nyílászárókat és a kezelt területen termő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer röviden. Dombóvár. A nyári szabadság után ül újra össze a képviselőtestület. Fürdőzés. Vigyázzunk saját és mások testi épségére is. Nyári táborok. Kellemes és hasznos időtöltés a Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben. Mentességet kapott a Paks 2 projekt. A 14. uniós szankciós csomag nem lesz hatással a beruházásra.
Szombaton napsütéses, kifejezetten meleg időre készülhetünk. Elvétve előfordulhat futó, kis körzetet érintő zivatargóc. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. Ideális strandidő várható, de az UV-sugárzás nagyon erős lesz a déli, kora délutáni időszakban. Éjszaka folytatódik a nyugodt, eseménytelen időjárás. Vasárnap tovább fokozódhat a hőség. Napos, gyengén gomoly felhős idő várható csapadék esélye nélkül. Éjszaka hidegfront érkezése körvonalazódik, kialakulhatnak szorványosan zivatarok. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!